Tisztelt Országgyűlés, napirendelőti felszállása jelentkezett. Nacsa Lőrinc képviselő úr, KDNP képviselőcsoport, aktuális kérdésekről címmel. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Egy ország gazdasági erejét, felkészültségét jól mutatja az is, hogy hogyan reagál és hogyan vészeli át a válságokat. Hogy egy válság milyen mértékben sújtja az országot és hogyan tud abból kilábalni, bizonyítványt állít ki a válságot megelőző évek gazdálkodásáról is. De nézzük azt, hogy történt ez korábban. 2008-as gazdasági válság egy olyan korszakban érte Magyarországot, amikor a válság előtti években Gyurcsány Ferenc, a mai ellenzék vezére, így igaz jobbikos képviselőtársak, és elvbarátai mire alapozták az országot? Magas adókra, folyamatos megszorításokra, szegény, devizahitelekbe hajszolt családokra, végletekig eladósított önkormányzatokra, kórházakra, iskolákra, IMF hitelekre, munkanélküli segélyekre, Európa legmagasabb rezsiköltségeire, elszabaduló inflációra és kezelhetetlen mértékű államadósságra alapozta az országot. Elcsalták a költségvetési számokat, hazudtak reggel, éjjel meg este, és a megszorításaik célpontja is mindig a magyar családok és kisvállalkozások voltak, miközben kiszolgálták szemtelenül a külföldi multik érdekeit. Gyurcsányék alatt az állami vagyon egy jelentős része magánvagyonná vált, ezáltal nőtt az ország kitettsége is. A nagy osztogatás közepette még saját cégének is jutott az olcsóbb áramból. 2002-től kezdve 2010-ig a gazdasági növekedés lelassult, az infláció, különösen a nyugdíjasok és az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket érintő infláció egyre gyorsult, a munkanélküliség az egekben növekedett. A Gyurcsányféle felelőtlen kormányzás miatt szükségessé vált pénzügyi kiigazítás a társadalom szinte minden rétegét közvetlenül is érintette, de a társadalmi károk később jelentkező közvetett gazdasági hatása idővel még ennél is súlyosabb lett. Emlékezhetünk arra, tisztelt képviselőtársaink, hogy Szlovákia gazdasági növekedése 2007 negyedik negyedévében 36-szorosa volt a magyarénak. Folyamatosan nőtt az államadósság, egyre másra vették fel a hiteleket, a magyar embereknek mégsem jutott belőle semmi. Volt olyan válság előtti év, 2006-ról beszélünk, amikor a magyar költségvetés hiánya európai, sőt világrekordnak számított, a deficit egyedül a háború sújtotta Libanonban volt magasabb a világon. Magyarország és a magyar társadalom Gyurcsány és Bajnai alatt elvesztette versenyképességét. Ilyen állapotban érte akkor a válság Magyarországot. A Gyurcsány-Bajnai kormányok a válságot további megszorításokkal és segélyekkel próbálták kezelni, amellyel azonban csak tovább mélyítették a válságot. Tisztelt képviselőtársaim, ezért nem szeretnénk erre az útra lépni. Egy évtized elteltével a jelenlegi ellenzék, a kisnyilasoktól a diplomás kommunistákig, Gyurcsány Ferenc vezetésével ma is egytől egyig ugyanazt a megbukott, baloldali, megszorításokra és segélyekre épülő, válságkezelőnek nevezett, de valójában válságmélyítő politikát akarnak lenyomni a magyar emberek torkán, mint 2008-2009-ben. 2008-as válság során a baloldali liberális kormányok első dolga volt, hogy megszorításokat kényszerítsenek a nyugdíjasokra és a magyar családokra. Elvették a 13. havi nyugdíjat, megszüntették az otthonteremtési kedvezményt, 2 évre csökkentették a gyest, és kivezették a kamattámogatott hiteleket. Megemelték az áfát, a jövedékkiadót, a vállalkozások társasági adóját és a személyi jövedelemadót is. Megadóztatták a családi pótlékot és más szociális támogatásokat is. Csökkentették az önkormányzati támogatásokat és befagyasztották a közszféra béreit. Eddig a kitekintés a múltból, a lesújtó eredményt értékelni felesleges, a magyar emberek megtették ezt 2010-ben és azóta is. Mi történik most? Az előbbiekkel szemben a 2020-as koronavírus járvány következtében kirobbanó gazdasági válság egy gazdaságilag erős, kiszámítható, stabil alapokon álló országgal találta magát szembe. A mostani időszak előtt években Magyarországon már 5%-os volt a gazdasági növekedés, 850 ezer új munkája jött létre, és 3,5% alatti volt a munkanélküliség. A költségvetési hiány évről évre kiszámítható, bőven a Maastricht-i kritériumok alatt volt, az államadósságot pedig 82%-ról már 66%-ra sikerült csökkenteni. A nemzeti kormány, a Fidesz-KDNP válasza a válságra, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben is a munkahelyek megtartására és új munkahelyek létrehozására fókuszálunk. Annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyi munkahelyet a koronavírus válság következtében megszűnik. A munkaadók és munkavállalók célzott adócsökkentéseket és támogatásokat kapnak, az állam pedig átvállalja a béreid részét. Sőt, a szocialisták által elvett 13. havi nyugdíjat is fokozatosan visszaépítjük, az egészségügyi dolgozók pedig az idei béremeléseken felül 500 000 forintos juttatást is kapnak.
A magyar családoknak különösen rossz tapasztalatuk a válságokkal kapcsolatban az, hogy állandóan reform szavakat hallottak Gyurcsány Ferencről, folyamatosan Gyurcsány Ferenc programokat hirdetett nekik, a most Vadai Ágnes által bejelentett 20 pont már a 28. program Gyurcsány Ferenc életében. Volt olyan program, aminek az volt a neve, hogy a józanész nevében, itt a józan szót nem egészen értjük, de mi büszkén valljuk továbbra is az elvet, segély helyett munkát szeretnénk. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr!